Sziasztok! Ma folytatom a Total War Róma 2 kívásos végigjátszásomat a Marcel Szili néppel, és itt maradt abból ugye, hogy megtámadtam ezt az etruszkán szárazföldi sereget, ugye tengeren vannak, ugye transportokkal, nekem pedig flottán van. Az arány az valójában nagyon jó, de ha automatikázok, szerintem veszítek néhány hajót, ezért inkább lejátszom a csatát. Plusz ugye azért is érdemes lejátszom a csatát, mert ha veszítek ugye automatikázáson hajót, akkor ugye a pótlása az pénzbe kerül, és az ugye nem jó, mert nem valami erős a gazdaság. Szóval amennyiből lehet, ugye minimalizáljam kell a veszteségeket, mármint úgy nyerjem meg a csatákat, hogy egységeket teljesen ugye ne veszítsek el. Az a legjobb valójában. És ugye flottás hajókkal transportokat elsüllyeszteni rendkívül egyszerű. Oké, azt hiszem egy hajót elvesz... nem hogy elveszítek, csak fene tudja. Lehet, hogy egy hajót csak elveszítek. Ám bár egy hajó elvesztése az nem olyan vészes. Ám már azt hiszem, hogy nem veszítettem hajót. Oké, kell ugye ez. Kéne még nagyon ugye a logisztikát fejleszteni amúgy, hogy gyorsan újra töltődjenek a hajók, vagy gyorsabban újra töltődjenek a hajók. Itt ugye le kéne verni a lázadást. Egyelőre több egységet nem képzek. We offer this as a... El kéne intézzem amúgy a szürakúzaiakat is a flottával. Oké, nagyon jó volt. Győzzük le a lázadókat, mert szerintem Egyiptom már úton van Garama felé. Oké, ugye ennek a karakternek még kell extra cunning. Most már tudja, hogy tudok vele sikkasztani.
Na, oké, a közrend pedig viszonylag tűrhető. Van egy csomó élelmem, szóval ugye nagyon kell fejlesztem a kereskedelmet. Itt mondjuk 20 hajó van, az egy kicsit sok. Mondjuk legyőznénk őket, oké, Szelaukidák. I am eager to hear your embassy, inspired as it undoubtedly is by the wit and wisdom of Athena herself. Hűha. Á, tökéletes. We Greeks. Némi pénzt kaptam ugye azért, hogy beléptem háborúba. És jó ez így, mert valójában így is úgy is hadra kerülnék velük egy idő után. Így legalább ugye kaptam némi pénzt érte. Oké, okay, ugye egy hajó elvesztése az nem gond. Képzek helyett másik hármat. Szóval plusz kettő hajóm lesz, ugye? Két extra hajó. Hajó, ha nem jó. Oké, okay, lojalitás az valójában nagyon oké. Okay. Ez a karakter 75 éves, szóval cseréljük le. És van ugye némi befolyása, az pedig hát el kéne használni. Mert ugye úgymond el kéne sikkasztani azt a befolyást. Mert annyi az egész, ugye, hogy nagyon öreg már az a karakter, szóval ugye használja el azt a befolyást. Amúgy a Szelaukidák verik az egyiptomiakat, ha minden igaz. Á, megint jönnek a gájetulik. Oké, okay. El kéne foglaljam Makomadiszt. Nagyon jó volt. Valójában kifoszthattam volna, de nem akartam. És meglett a teljes provincia, szóval itt kivesszük az adózást, és átrakom ide. Innen sokkal több bevétel jönne. Oké, okay, Afrika amúgy kezd ugye egy nagyon gazdag provinciává kiépülni. Irány ide. Vagy inkább ide. Mert ugye Kürénét látom, hogy ott mi van, de nem látom, hogy mi van Augilánál. Lehet, hogy le kell képezzek majd még egy flottát. Oké, okay, ugye 21 kör meg lesz a Professional Soldiery, utána pedig 22 kör és meg lesz a Roman Training Reforms. Addigra lehet elérem izét Egyiptomot, ugye? És szerzek vasat. Cut. Amúgy a várost védtelenül hagyták, ugye Kürénét. A Gaetulig meg ugye megint jönnek. Oké, okay, itt nincs senki. Itt a közrend pedig tűrhető. Mi lesz, hogyha nem vagyunk a városban? Mennyi a mínusz? Mínusz 10, oké, okay, még innen nem tudok elmenni.
Vagy lerombolom ezt és építek valami közrendet adó épületet is. Kell még farm. Oké, okay, új népet nem fedeztem fel. Menjünk erre. El is kéne amúgy foglaljam Kürénét. Jó lenne amúgy, hogyha Imperiumot lépnék, mert akkor le tudnék képezni még két sereget. Az pedig nekem kéne, mert ugye van bevételem. Egy sereget még ugye simán, még valójában két ilyen rabszolga féle sereget is fent tudnék tartani. Oké, okay, meghaltam ugye az ügynök, szóval kell képezzek egy másikat. És Imperium lépés, plusz ugye a várost kifosztottam. Ezt átépítem, ezt lerombolom, ezt szintén lerombolom, ezt átépítem és átépítem. Oké, okay, vegyünk ugye, vagy lopjunk élelmet az ellenségtől. És ide pedig kell ez az épület, jó. Majdnem 2000 dénár bevételem van, az ugye nagyon jó. Kürénét, hogyha egy kicsit jól kiépítem, akkor ugye szintén lesz, vagy fogadni ugye viszonylag jó bevételt. Oké, amúgy... Oké, hogy elnézem most megint, gondolom megint némi gyalogos, meg leginkább lovassal jönnek. Dimidibe pedig ugye még képzek némi extra egységet. Oké, Kartágó is ott van ugye a város mellett, az gáz. Oké, jönnek ugye a Gaetulik. Nem igaz, mert most gyalogsággal jöttek leginkább. Ám bár nem igazán számít, mondjuk egy kicsit szabotálva van a város. Van ugye egy ellenséges ügynök, ami szabotálja városi őrségemet. Oké. Okay. Az erősítés ugye ott jön. Pont a izé van megsebződve ugye a numidiai nemesség. Városi őrségben. Oké, bár némi lovas zsoldos előcsatározója az van, de nem olyan vészes.
Oké, támadjuk az erősítésben lévő előcsatározókat. Oké, az előcsatározókat lassan elintézték. Oké, bár mire elintézik az előcsatározókat, addigra a paritjások elintézik őket, szóval, ja. Most már csak ugye az erősítés kell... Az erősítést kell intézni. Oké, kéne lőni őket egy kicsit. Még ugye maradt két előcsatározó egységük? Nem, valójában három is. Várjunk, amúgy nem támadnak? Valójában támadniuk kéne. Várjunk, mutassuk meg nekik az egységet, és az egyiket, ugye? És meg kéne induljanak, nem? Nem, bár... Mint egy... Igen, ott be van bugolva az egyik egység, ugye az előcsatározó. Na várjunk, most hova megy? Be vannak bugolva. Ám bár lehet, hogy megindulnak. Jó lenne őket rávenni, hogy jöjjenek. Ah, várjunk, azt hiszem jönnek most már. Igen, mert ugye elvettem a főteret. Oké, a paritjások lassan elintézik az itt lévőket. Oké, ott még vannak ugye előcsatározóik, azokat el kell intézni. Oké, amúgy ennyi volt. Nagyon jó. Kicsit amúgy attól tartottam, ugye, hogy nem fognak támadni, és... Hát ugye nekem kell menjek, az pedig nem a legjobb, hogyha nekem kell támadjam őket. De a végén ugye megindultak. Hogy a fenébe veszítek lovasokat menekülők ellen? Mi a bánat ez?
Ezek a izék, ezek a Gaetuli lovas előcsatározók még a menekülőket sem tudják megölni. Azért az durva. Oké, a városi őrség az eléggé le van gyengülve sajnos. Oké, vannak kártágói lovasok, meg ugye líbiai hopliták. Az nem olyan vészes amúgy. Oké, itt a közrend ugye még mindig egy kicsit rossz. Ám bár ha ide is építek egy ilyen, mi ez már, polopicset, vagy ugye wrestling aréna, akkor már is, vagy birkózó aréna ugye, akkor már is jobb lesz a közrend. Oké, bár valójában zárnom kéne a videót. Ezeket hagyom hazamenni. Új népet nem fedeztem fel, és van egy szintlépés. Extra lojalitás kell ugye. A másik családnak, nagyon jó. Oké, legyen még egy körváltás. Jó lenne még valahogy területet foglalni Egyiptomtól, még mielőtt elveszi ugye Szeleukidák. Vagy elveszik a Szeleukidák. Igen, itt ugye folyamatosan megy a szabotálás. Ó, igen, tudok még képezni ügynököt, és képzek is. Képzek is, mert ugye el akarom intézni azt az ellenséges ügynököt. Oké, amúgy itt, hogyha lesz, lesz városi őrség, akkor egyből rá is megyek Augilára. Mondjuk itt kéne ugye helyreálljon a közrend. Nem, bár még mindig mínusz tízes. Nem, bár... 8 közrendet veszítek ugye militári... és igen, provincia instabilitás miatt. Oké, ezeket itt le kéne győzni. Ám bár ez már a következő részben. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!